elszánt tekintetű játékosok és lelkes szurkolók érkeztek szombaton kora reggel az Icsi Ligetbe. Már harmadik alkalommal szervezte meg idén az ifjabb Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia a Winter Klasszikot, az U8-as, vagyis a legkisebb korosztály bemutató, évzáró mérkőzéseit tartották délelőtt 9-től 11 óráig a kori ligetben. A gyerekeknek évről évre hatalmas élmény az évvégi összecsapás a kori ligetben, hiszen rendhagyó módon tető nélküli helyen a szabad ég alatt játszhatnak. Ezen kívül az esemény előnye, hogy a ligetbe látogatók találkozhatnak a jégkoronggal, mint sportággal, így az alkalom mindig jó marketing lehetőség is a klubnak. Több célja is van ezeknek a Winter Klasszikoknak, elsősorban a gyerekeknek szeretnénk élmény nyújtani, illetve megmutatni azt, hogy a jégkorong honnan is indult, régen hogy zajlott ez a sportág, az edzések, illetve a meccsek, illetve szeretnénk a városban a járókelőknek egy élményt szolgáltatni, hogy eljönnek itt a városból kora reggeli órákban, és akkor meglátják, reméljük megállnak és megnézik, hogy mit csinálnak itt a gyerekek. A gyerekek három turnusban léptek jégre szombat délelőtt, a szurkolók láthatták a jövő legendáit, akiknek csak egy kérdése maradt a meccsek végén, mikor jöhetnek majd legközelebb a kori ligetbe meccset játszani.